A Dunakanyar legjobb zenéivel, Rádió Szentendre 91.6. A Rádió Szentendrét hallgatják az FM 91.6-on, és ahogy ígértem, kedves rádió hallgatók, itt van velünk Patkó Béla, Kiki, hello! Hello, sziasztok, jó estét! Ilyenkor általában a Rádió Szentendrében mindig ismert embereket, zenészeket szoktunk elhívni, beszélgetni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást! Hogy vagy, Kiki? Hétvége van, te akkor most indulsz. Ugye a hétvégén mindig a sztárok, az eladók mindig egy picit jobban pezsegnek. Az igazság, hogy nem nagyon szoktam különbséget tenni akár a hétfő és a hétvége között. A hétvége talán annyival jobb, hogy az ember akkor általában fellépni jár. De viszont a hétköznap, meg folyamatos pörgésen, folyamatosan jövök, megyek, intézkedek, tehát mint ahogy ma is, azért szerveztük úgy, hogy gyakorlatilag este 6 órára én már jövök hazafelé, itt lakom lányfalmon a közelben, és akkor mondom, akkor beugrok. Hát akkor ennél egyszerűbb nincs, akkor össze kell kötni a kellemest a hasznosra, úgyhogy így tök jó. Akkor ott lányfaluban is tudjátok hallgatni a Rádió Szentendrét. Persze, persze, abszolút. Kiki, mi újság az első emelettel? Hogy vagytok mostanában? Mi van ezzel a zenekarra vagy együttessel? Hát az első emelet zenekar gyakorlatilag 2013. december 28-án off, tehát ott véget ért a történet, ami azt jelenti, hogy az első emelet zenekar leadta az utolsó koncertjét a Budapesti Sport Arénában. Nagyon-nagyon méltó, jó körülmények között, szép, színvonalas koncert volt. Nagyon megható is volt, hiszen a rajongók azért, aki látta a tévéfelvételt, amit a Magyar Televízió rögzített erről a koncertről, az láthatta, hogy igencsak meg voltak hatódva a rajongók. Ugye az első pár sort, ahogy így lehetett látni közelibe, a végén azért elég sokan elsírták magukat, tehát elég megható volt. De jó sikerült, sokat készültünk rá, azért egy 4-5 hónapos előkészület volt, tehát azért volt vele munka rendesen, meg azért kitalálni dolgokat, próbáltunk egy ilyen gegeket, jó pofosságokat kitalálni, aztán azt nem mindent tudtunk megvalósítani, sajnos, mert azért ez jó lett volna, de egyébként látványos volt, egy kicsit mindenkinek összeszorult a szíve, a lelke. Igen, azért csináltatok ti jó dalokat az előző 30 évben, ugye, ha nem túlzok körülbelül? Nézd, hogyha az aktív időszakot nézzük, akkor ugye a 30 évből szerintem igazából 10, mondjuk a fele volt aktív, a többi azért helyek közel szünetekkel telt, mert azért az első van a zenekar, ugye volt, hogy mit tudom én, 8 évet nem játszottunk egyáltalán, akkor utána megint egy pár évig nem mutatkoztunk sehol, tehát hogy igazából ebből az aktíva, az mondom, 30-ből a fele. A film forog tovább, Állj vagy lövök, Csak azért is szerelem, Nézelődünk. Látod, milyen érdekes, ugye, hogy te ezeket a dalokat választod ki, igen, holott azért ebben a 8 vagy 9 nagy lemez, ami készült, ebben azért vannak nagyon-nagyon érdekes dalok, és pont most jöttünk rá arra, ennyi év távlatából, hogy igazából nem is azokat a dalokat favorizáltuk, amik jó dalok voltak. Azért egy Elvalahová valakivel, egy Vadkelet, azért Idegenek a városban. Egy csomó olyan dalunk van, ami legalább olyan aktuális volt akkor, és legalább annyi szövegileg olyan töltést hordott magában, ami sokkal több lett volna érdemes, de mi akkor nem ezeket a dalokat, vagy nem azokat a dalokat választottuk ki, és ezért volt jó ez az utolsó koncert, gyakorlatilag, hogy ezeket is el tudtuk játszani. Igen, érdekes ez a média, meg hogy ki mennyit játsza ezeket a dalokat, meg a videóklip, meg minden, de beszélgetünk majd még erről, mert nagyon kíváncsi. Csak egy kulisszatotok. Igen? Gyakorlatilag mi mindig úgy válogattuk ki a slágeres dalokat, ugye egyrészt volt egy szakmai hozzáállás, és volt egy olyan, hogy leteszteltük a rajongókat. Tehát amikor volt a klubok, amin 3-400 rajongó, ott megmutattuk a dalokat, az új nagylemezt, és gyakorlatilag ők is választottak. Tehát egy ilyen demokratikus dalválasztás volt annak idején, és úgy ezekre a dalokra esett akkor igazából, talán azt mondom, hogy több szavazat ezekre a dalokra érkezett. Vendégem, kedves Rádió Szentendre hallgatók, Patkó Béla Kiki az első emeletből, de egyébként szóló karrierbe is kezdett, de ezt majd mindjárt kifejtjük. Most azonban azt javaslom, Kiki, hogy hallgassunk meg egy dalt, amelyiket választottuk, a Csak azért is szerelmet. Legyen az. Jó, talán azért, mert szerintem ezt is nagyon-nagyon sokat ismerik, de mondhatni, hogy talán ez az egyik legütősebb dalotok, ugye? Hát mondhatom úgy is, és majd amikor visszatérünk a beszélgetésbe, ugye van egy színdarab is. Majd erről is beszélünk, mert a színdalapnak is az a címe, hogy Csak azért is szerelem.
Itt az FM 91.6 Rádió Szentendre, és érkezik az első emelettől a Csak azért is szerelem című dal. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Nagyon jó rádiózást kívánok! Az FM 91.6 Rádió Szentendrét hallgatják, a mikrofonnál Szilágyi János, és az a jó hírem van, kedves újonnan bekapcsolódott rádió hallgatók, hogy vendégem Patkó Béla, azaz Kiki. Szevasz ismét, Kiki! Hello, sziasztok! Hello, hello! Nagyon jó volt ez a Csak azért is szerelem, bevallom őszintén, jó újra és újra meghallgatni. Pedig hát ez sem most készült, azt hiszem, hogyha jól sejtem, akkor 1986. ne is számoljunk, igen, hagyjuk. Igen. De ahogy említettem már az előző beszélgetés végén, hogy gyakorlatilag ugye egy ugyanilyen zenés játék, egy színdarab is jár van, az Csak azért is szerelem, és ennek az a pikantériája, ugye, hogy 2013. december 28-án megszűntem az első emelet zenekart, tehát azért ilyen gyorsan nem készült még zenés játék vagy színdarab, úgyhogy megszűnt egy zenekar, tehát ez ebben nagyon up-to-date-ek voltunk, nagyon, nagyon gyorsak voltunk, és nagyon szeretik. Ugyanez a címe, tehát Csak azért is szerelem, igen, és igen, hol igen. Látható? És hát a Turai Ida Színház tűzte műsorára, gyakorlatilag ők íratták a darabot, mármint ugye a színház darabja, Topolcsányi Laura volt ugye, aki megírta ezt a színdarab, a zenés játékot, és gyakorlatilag az érdekessége ennek, hogy én saját magamat alakítom ebben a darabban, és ez egy tök jó dolog, tehát nekem nem kell mások bőrébe bújnom, csak a sajátomiből, úgyhogy ez egy szerencsés. És ugye említsük meg, hogy kik játszanak még a darabban, és hát persze nem fogok mindenkit elsorolni, de Mikó István, Hűvös Hölgyildikó, Keresztes Ildi, Sasvári Sándor. A csupa nagy nevek. Igen. Tehát azért mondom, hogy és nagyon sok tehetséges fiatal színész is játszik, Sövegjártó Áron, Patkó Béla. Ne, ő nem színész, álljunk meg, de. Tehát én nem vagyok színész, tehát én ezt mindig hangsúlyozom, bár mindig mondják, hogy nem kell ezt hangsúlyozni, de én úgy gondolom, hogy mégiscsak kell. Én akkor is egy zenész vagyok, vagy egy énekes leginkább. Úgyhogy én nem ragaszkodom ehhez a titulushoz, hogy színész. De nagyon jól érzem magam ebben a közösségben, mert ugye 22-en vagyunk, ha jól sejtem, jól számolom ebben a darabban, tehát ez egy elég népes, tehát elég nagy létszámú darab ebből a szempontból, és ugye itt tánc van, ének van, a 80-as évek visszásságai, érdekességei, visszaköszönnek olyan szavak, meg olyan mondatok, ami rögtön beugranak. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes, és nagyon élvezik, mert ugye mindenkit egy picit visszarepít az időből, és ezáltal mindenki egy kicsit jól érzi magát, hogy jó nosztalgiázni néha. Érkezett az előbb egy SMS, üdvözlet, emelet, búcsú DVD, ezt kérdezi valaki, Csaba kérdezi tőlünk. Igazából nem akartuk úgy ilyen szinten megörökíteni, ezt a Magyar Televízió rögzítette, és ők le is adták már azt hiszem kétszer vagy háromszor. Igaz, hogy ez nem a teljes koncert, az csak egy ilyen 50 perces átirat belőle, mert ugye a teljes koncertet azt végül is felvették, csak ebből egy 50 percet adtak le, de nem tervezünk DVD-t, nem akartuk ezt így. Nem tudom miért egyébként. A 2008-as se vettük fel. Abból se lett DVD, ugye akkor is volt egy 25 éves jubileumi koncert, és az így kimaradt. Nem várjuk ki a végét, én azt mondom, vagy hát abszolút... Nézd, megvan, tehát az egész az fel van véve, csak hát nyilván valakinek ezzel foglalkozni kéne, be kéne vonni a stúdióba, el kéne ezzel bíbelődni nem erre mondom, hogy várjuk ki a végét, milyen? Hanem hogy várjunk egy-két évet, és aztán hát, ha lesz még valami, vagy ez... Nem, ez nem az a zenekar, tehát ez egy szavatartó zenekar, ha. Tehát hogyha mi elköszöntünk a közönségtől, akkor ehhez valószínűleg tartjuk is magunkat. Nem fogunk egy pár év múlva visszatérni. Kész, hát mi ezt eldöntöttük, és ehhez ragaszkodunk. Picit tereljük át a beszélgetést, ugyanis téged lehet azért látni, én ismerősöd vagyok a Facebookon, vagy rajongód, vagy nem is tudom micsoda, és azért látom, hogy mindig vannak események Patkó Béla, Kiki körül. Hogy telnek egyébként a hétköznapjaid? Mi ott csinálsz mostanában? Most elkezdődött egy nyilván, ugye a tavalyi év az a színházról szólt elsősorban, most meg arról szól, hogy elkezdem a saját dolgaimat építeni, tehát az gyakorlatilag most ilyen furcsa hangzik, de mondjuk a szóló karriert elkezdem egy kicsit felépíteni, és ezen ügyködünk itt gyakorlatilag egy team munkában, de ezt nem egyedül készítem elő, ez nyilvánvaló, hanem komoly segítséggel. Te egyébként énekelsz, énekeltél végig, vagy játszol valamilyen hangszeren is, esetleg bármilyen formációban? Annak idején ugye én gitároztam, aztán basszusgitároztam, aztán utána azt is elhagytam, tehát mindent, és gyakorlatilag így maradt aztán az ének. Még az emelet első, a kezdeti stádiumában akkor még volt, hogy egy-egy dalban felvettem egy gitár, de aztán mondtam, hogy köszönjük szépen, tehát inkább ezt űzik a profik, tehát én azért
ahhoz amatőr voltam. És ezt én felmértem, de hát ez nem baj, ez embernek néha ilyen döntéseket is kell hozni, amikor tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy most ezt megy-e olyan szinten, amilyen szinten ez elvárható, vagy nem. És hogyha nem megy, akkor meg le kell tenni, akkor azt kell mondani, hogy köszönjük szépen. De hát ezt ma kevesen tudják. Ma nem ezt a világot éljük. Azért az eddig életedet, hogyha jól gondolom, a zene mindig is végig kísérte, sőt a mai napig is kíséri. Csináltál valami mást is egyébként így a zene mellett, vagy mindig csak ezzel foglalkoztál? Ami engem mindig érdekelt, az a média. Tehát az úgy mindig a szívem csücske volt, és ugye az elektronikus média, tehát a televízió, a rádió, most az internetre nem, az úgy nem annyira, abban nem is vagyok annyira jó, de a televíziót azt nagyon szerettem. Tehát, hogy volt olyan időszak, amikor akár műsorvezetőként voltam a közszolgálati televízióban, vagy volt, hogy tanácsadóként, hát különböző műsorokban. És ugye a rádiózás az megint egy nagy szerelmem volt. Volt olyan időszak, amikor ugye 8 éven keresztül egy kereskedelmi rádióban vezettem műsort, meg hát műsorvezető szerkesztő voltam gyakorlatilag. Együtt ténykedtem, úgy, mint ahogy most te is, hogy te megszervezed a vendéget, és te levezeted a műsort, és te is kérdezel. Tehát aztán volt, hogy ugye itt a Dunakanyar Rádiónak voltam egy rövid ideig az igazgatója, programigazgatója, ugye ez három frekvenciát jelentett. Akkor 4 évig voltam a Művészetek Palotájának külsős producere. Tehát én mindig próbálom a zene mellett egyébként, az éneklés mellett megpróbálom mindig a saját utamat járni. Természetesen azt csinálni, amihez van kedvem, és amit jó érzéssel tudok működtetni. Mit tanultál? Teljesen más a végzettségem. Nekem autószerelő végzettségem van. Erre akartam kérdezni. De várjál, ahhoz megint csak nem értettem, és ezt nagyon gyorsan ki is derült, úgyhogy mondtam, hogy nekem ebben a szakmában nincs keresnivalóm. Gyakorlatilag ezt én gyorsan felmértem, és ezt nagyon jól is tettem. Csak hát akkor, annak idején, ugye, amikor szakmát kellett választani, akkor valamit kellett. Tehát kötelező jelleggel akkor még más játékszabályok voltak annak idején, és ugye ott kellett valamit. És akkor én a szüleimmel együtt ezt választottuk, ugye, hogy hát ez úgyis egy ilyen fejlődő dolog lesz, mert egyre több autó lesz, és akkor ennek van jövője, van perspektívája, és mondtam, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg, de aztán menet közben kiderült, hogy nekem ez se kedvem, se affinitásom, se nagyon érzékem nincsen, úgyhogy elvégeztem az iskolát, és abban a pillanatban ott is hagytam. Tehát gyakorlatilag egy percet nem dolgoztam ebben a szakmában. Elvégeztem a sulit, de aztán ennyi volt, köszönjük szépen. Megfogott ez a zene körüli őrület. Mindig érdekel. De hát a 70-es évek, meg a 80-es évek abszolút erről szól. Tehát ott ebbéli kiteljesedés szerintem az egy nagyon fontos. Kedves rádióhallgatóinknak mondom el, hogy vendégünk Patkó Béla Kiki, aki egyébként az első emelet énekese volt, valamint most új szóló karrierrel jelentkezett. Mondhatom, hogy új, vagy már ezt csinálod régebb óta, ezt az egyén? Nem, ez gyakorlatilag most egy pár hónapja dől, de tavaly novemberben készült egy dal. Jöjjön egy első emelet dal, csak kíváncsi vagyok, nem mondtam el neked, de vajon melyik lehet az szerinted, Kiki? Igen, csak azért, mert ez is nagy sláger volt, na, szóval ez jön most itt az FM 91.6 Rádió Szentendrében. Érkezik az Állj vagy lövök az első mellettől. A Dunakanyar legjobb zenéivel, Rádió Szentendre 91.6. Nagyon jó rádiózást kívánok, az FM 91.6 Rádió Szentendrét hallgatják, a mikrofonnál Szilágyi János, és az a jó hírem van, kedves újonnan bekapcsolódott rádió hallgatók, hogy vendégem az első mellett énekese, aki most már szóló karrierbe kezdett, Patkó Béla, azaz Kiki. Szevasz ismét, Kiki. Hello, sziasztok, hello. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt vagy, Kiki. Az előbb kiraktam a fényképet a Facebook oldalunkra, és be is jelöltelek rajta, úgyhogy aki hallgatja a műsort, az láthatja is a képet. Reméljük, hogy jól sikerült a kép. Szerintem jó lett, itt van megnézhetett, tehát szerintem egész jó lett, már mint a sötét stúdióhoz jó képest. Jó ez, persze. Úgyhogy ha van kedvük, akkor fáradjanak fel a Facebook oldalunkra, keressenek meg minket, Rádió Szentendre, már kedvelik is egyébként, tehát ez így szokott működni, hogy egyből így elkezd pörögni. Az előbb arról beszélgettünk Kikivel a zene alatt, hogy hát ez a média, meg ez a felhajtás, meg ez a technikával való fejlődés. Te mit szólsz ehhez? Ez olyan fura ez a rádiózásban, hogy mindig a jó beszélgetések azok mindig akkor hangzanak el, amikor szól egy zene. Mert ugye közben az ember, amikor így bekerül adásba, akkor mindig jobban elkezd fogalmazni, vagy megpróbál jobban viselkedni, vagy jó fiú lenni. Na most én nem szeretnék, csak azt mondom, viszont igen, beszélgettünk erről a dologról, hogy
igazából tényleg nagyon-nagyon sok tehetségkutató van, és a másik problémája az, hogy nem nagyon, ugye van egy szisztéma, amit folyamatosan minden kereskedelmi televízió követ, hogy csak gyártják az előadókat, és gyakorlatilag igen, elénekel volna egy külföldi dalt valaki szombaton, és már hétfőn mindenki ünnepli, hogy hú, mekkora sztár. Ott azért igazából olyan nagy dolog nem történt. És én visszaemlékszem arra az időszakra, és most nem is a múlt bugyraiba akarok én itt nagyon tapogatózni, de tényleg annak idején voltak, amikor voltak ilyen Ki mit tud, vagy Táncdalfesztivál, vagy valami, amikor tényleg születtek új előadók, születtek új dalok. Okkal most nem akarok a neveket mondani, de ott nagyon egy kivételt most, ami egyébként a közszolgálati médiában fut, azon kívül nem hoz igazából újszerű dolgokat, nem hoz be új dalokat a köztudatba, előadókat igen, csak hát én úgy érzem, hogy egy kicsit, és most nehogy félreértsék a rádióhallgatók, meg te is, hogy ez nem savanyú a szőlő, csak hogy én azt gondolom, hogy sok. Ennek egyetlen egy oka van, hogy a tévéműsorokat kell csinálni. Saját gyártású tévéműsorokat, és ez a legegyszerűbb és a legkézenfekvőbb módja, hogy hát csináljunk egy tehetségkutatót, és akkor jönnek, jelentkeznek, azzal megvan a műsor, odaültetünk zsűriket, és akkor majd ott mondják, de azért ettől függetlenül egy picit megpróbáljuk irányítani, hogy azért ne csúszson ki a kezünk, ahol ez egész műsor, és igazából ez nem nagyon visz sehova, és amikor vége van egy ilyen műsornak, már elkezdik szervezni a következőt, és igazából elfelejtődnek ezek az emberek. Most aztán, hogy tehetségesek vagy nem, az majd az idő meghozza, az majd mindenki saját maga, hogy mennyit tud érte harcolni, vagy mennyi kitartása van, aztán majd kiderül, hogy mennyire tehetséges. Abszolút egy állásponton vagyok ezzel veled, és ugyanezt gondolom én is egyébként ezekről a tehetségkutatókról, de szerintem most tényleg ne ezt feszegessük, mert ezzel... Mindig van, csak mindig más néven bukkan fel egy újabb. De a szisztéma az ugyanaz. Én bevallom őszintén, én sorra törlöm ki a gépből ezeket az előadókat, akik így ennek meg, hanem én tényleg szeretem az olyan jó zenét, akik megcsináltak valamit, és elértek a saját erejükből, följutottak oda, ahol vannak, és tényleg ne egy ilyen nagy média celeb, aki mit tudom én, egy évig van a fényben, és utána eltűnik. Igen, és utána elengedik a kezét egyébként. A másik dolog meg nyilván, hogy amikor te saját magad állítasz elő valamit, tehát hogy a te tehetséged, a te munkád benne van, annak sokkal nagyobb értéke van. De a saját magad számára is, és nyilván sokkal jobban tudod átadni, sokkal jobban tudod eljuttatni az emberekhez azt is, amihez neked közöd van. Tehát, hogy valamit csinálsz te is azzal a dallal, ami megszületik. Tehát a te munkád, a te kreativitásod, a te tehetséged, vagy te tök mindegy, hogy valami benne van. És szerintem ez nagyon fontos, hogy részévé kell válni. Tehát az kevés önmagában, hogy eléneklek egy külföldi dalt, és akkor én már akkor milyen ismert vagyok. Van egy szavam erre, bocs, hogy szavadba vágok, műanyag. Nekem ez műanyag az ilyen jellegű produkció, és tényleg nem akarok most senkit minősíteni, viszont jönnek az SMS-ek, Kiki. Elmondanám a kedves rádió hallgatóknak, hogy Patkó Béla Kiki a vendégem itt a Rádió Szentendre stúdiójában. Jönnek az SMS-ek, mik lehet tudni a március 13-ai koncertről, milyen dalok lesznek, stb. Enikő kérdezi. Tudom, hogy nem illik titkolózni, de hát tulajdonképpen folyamatosan ilyenkor össze kell rakni. Van egy dallista, és akkor az ember elkezd válogatni, és lehet, hogy holnap kitalálok valami mást, vagy azt mondom, hogy ezek a dalok nem kellenek. Tehát azért mondom, hogy ez valószínű, hogy egy olyan egy-két hét múlva fog véglegesedni, tehát amikor végleges állapotába kerül minden, és azt mondom, hogy na, megvan a dallista, és akkor azt kezdjük dolgozni ilyen akusztikus hangszerekre, tehát azért, hogy ne ugyanazt hallják egyébként, ami a lemezen van, hanem egy picit eltérjen. Milyen koncert lesz ez? Hol lesz ez? Ezt akusztikusnak tervezzük, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minimális hangszerelés, ez egy halkabb történet lesz, tehát ez nem egy zúzós, nem egy hangos dal, ez egy meghittebb, bensőségesebb koncert, ahol akusztikus hangszerekkel fogunk ott működni a színpadon, tehát zongora, akusztikus gitár, lightosan egy dob, tehát hogy próbáljuk ezt így összerakni. Másik SMS kérdés, sziasztok, az új dalról mit tudhatunk? Március 13-ai koncertről elárulsz részleteket? Igen, hát akkor most már ugye megelőzted az SMS küldőjét. Részleteket nem kell állni, tessék eljönni és megnézni, és akkor el lehet dönteni, hogy milyen. Nagyon kíváncsi vagyok. Na, ha már az új dal szóba került itt az előbb az SMS kapcsán,
Mi ez az új dal? Hogy jött? Én tényleg csak jót tudok elmondani, én háromszor meghallgattam egymás után, szerintem nagyon jól sikerült. Amint az imént elmondtam, hogyha az embernek, hogyha valami köze van egy dalhoz, tehát hogy benne van a munkád, akkor nyilván ez érződik, vagy ez átjön, vagy átüt, vagy nem tudom, hogy mi a jó szó erre, de gyakorlatilag ugye ezt tavaly novemberben kezdtük el elkészíteni, és igazából most az elmúlt héten sikerült ugye a videót is hozzá passzintani, mert ugye azon is dolgozni kellett, mert ugye nem itt Magyarországon készült, hanem kint, külföldön. Ez a lirik videója ennek a dalnak, és szerintem jól sikerült maga a dal, nincs túl hangszerelve, nincs túl bonyolítva az egész, tehát nem akartunk pontosan egy ilyen szinti popos dalt készíteni. Ugye Berkes Gábor a zeneszerzője, jó magam szintén szerző vagyok benne, és Molnár Tamás, aki az Anti-Fitness Club együttesnek az énekese, ő írta a dalnak a szövegét, aminek azért örülök, mert ugye az én lányom, Csenge, ő hívta fel a figyelmet, hogy ez a Tomi, ez nagyon ügyes, ez nagyon jó szövegeket ír, ugye, és akkor megmutatott nekem néhány dalt, és akkor azt mondtam, hogy tényleg, és megszerezte a telefonszámát, fölhívtam, és találkoztunk, és egy másolóját beszélgettünk, és utána Tomi azt mondta, hogy megírja, és aztán így kerekedett ki ez a dal. Ezt fogjuk most meghallgatni, mármint Kikitől az Utitás című dal, aztán visszajövünk ismét Patkó Bélával, Kikivel. Szerintem egyébként nagyon jól sikerült, de hallgassák meg önök is. Érkezik Kiki, valamint az Utitás itt a Rádió Szentendrében. A Dunakanyar legjobb zenéivel, Rádió Szentendre 91.6. A lehető legjobb helyen rádióznak, az FM 91.6 Rádió Szentendrét hallgatják, ahogy a Szignál is mondta, a Dunakanyar legjobb zenéivel, és erre most ráerősít tettünk Kiki új dalával. Utitás, ez volt a címe, és nagyon jó volt, Kiki. Gratulálok! Reméljük, hogy akik kocsiba ültek, azok is élvezték. Biztos vagyok benne, ez előbb föl is hangosítottam, csak akkor egymást nem hallottuk Kikivel. Szerintem nagyon jól sikerült a dal, és én megmerem neked előlegezni, hogy biztos vagyok benne, hogy rádiós játszási listára föl fogtok kerülni, és biztos, hogy ott lesz ez szerintem a következő időszakban. Reméljük, köszönöm a bizalmat. Kedves Rádió Szentendre hallgatóinak mondom el, hogy vendégünk Kiki, tervezel-e esetleg duettet, mik a jövőbeli tervek a szólókarriereddel kapcsolatban, új dalok, hol lehet jegyet venni a márciusi koncertre? A duett kérdés, ez mindig egy furcsa, ugye, mert én eddig csak hölgyekkel duetteztem, ugye, ha nem tudom mennyire emlékszel, ugye a Zoltán Erikával, a Vince Lillával, és volt ugye a Lindával is, még amikor mentek a Linda sorozók, bár most is mennek egyébként, csak ezek nagy része ismétlés. Ugye egy jó ideje talán, szólom, hogy egy jó egy éve, vagy másfél éve úgy a fejemben van, és egy nagyobb trióban is gondolkozva, hogy fiúkkal. Tehát, hogy különböző korosztályú férfiak. Most lehet, hogy ellövök ezzel egy ötletet, vagy egy poén, de úgy mindig szóba kerül, aztán valamiért elodázódik ez a kérdés. Tehát remélem, hogy ebből még esetleg lesz valami. Jó karakter, tudod, különböző korosztályú férfiak, úgy ilyen tízesével haladva, és akkor meglátjuk. Még az is lehet, hogy lesz belőle valami. Engem izgat is a dolog is, meg egy picit meg nem is. Tehát, hogy mert akkor tudom, most ha két-három férfi énekel, akkor úgy picit olyan fura elvonja a figyelmet, vagy nem tudom. De bár születtek erre jó példák, ugye, mert a Mick Jaggernek, meg a David Bowie-nak is milyen jó lett az a videója, az a Dancing on the Street című dal, biztos emlékszel rá, vagy megvan. Hát mindjárt meglátjuk, hogy mit hoz az élet, mit hoz a jövő. Egyelőre ez csak terv, aztán meglátjuk. A Dunakanyar legjobb zenéivel, Rádió Szentendre 91.6. Nagyon jó rádiózást kívánok, az FM 91.6 Rádió Szentendrét hallgatják, a mikrofonnál Szilágyi János, és a másik mikrofonnál pedig Patkó Béla Kiki. Hello! Hello, sziasztok! Teljesen átalakult ez a zenélés, meg ez a sláger, meg ez a piac úgymond az utóbbi időben, de te tudod ezt a legjobban. Igen, de az érzelmek, az érzők mindig működnek. Tehát amikor valami hatással van az emberre, vagy hatással van rád, vagy bárkire, a rádióhallgatóra, vagy hogyha beteszi otthon a CD-t, vagy megnézi a DVD-t, vagy bármit, akkor ez csak hatással van. És ugye egy lemezről általában mindig úgy szokott lenni, hogy azért van egy-két jó dal, és a többi azért az úgy töltelékként. Na és ez fordult meg, ez alakult át. Nagyon ritka az, mondjuk a Michael Jacksonnak, ezt így néhányszor szoktam mindig említeni, hogy az 1982-es Thriller lemeze, az például attól volt jó, ott
az összes dal jó volt. És aztán később elővették egyenként, és úgy rakosgatták fel. Nem csak attól volt jó, hogy nagyon-nagyon jó szólt, sokkal jobban szólt, mint a korabeli felvételek bármelyike, és azt mondod, hogy hú, ezt szívesen meghallgatom. Na azt a lemezt bármikor fölteszed, azt bármikor meg tudod hallgatni. Nekünk az első menet zenekarnak a kis generáció volt ilyen lemezünk, amire azt mondtam, hogy ahogy az megszólalt, ugye 1990-ben, az a mai napig is megállja a helyét, hogy annyira jó minőségben szól a lemez, és a másik, hogy ott gyakorlatilag ott is az van, hogy minden dal majdnem azt mondhatom, hogy kivétel nélkül jó. De a mai világban ennyiben változott meg a helyzet, hogy ma jó dalokat akarnak berakni a köztudatba. Tehát, hogy írnak egy, kiválasztanak, mit ha megcsinálnak 5-10 dalt, és abból kiválasztanak egyet, és amelyik eléri azt a hatást, amiről beszéltünk az előbb, hogy valamitől elkezded élvezni a dalt, elkezd bizseregni, azt mondja, följebb hangosítod, hú, ezt szívesen meghallgatom még kétszer, még ötször. Ne haragudj, szarba vágod, de most, ahogy erről beszéltél, most beraktam az utitásod, hogy alattunk most azt szól egyébként, te nem hallod, mert nincs rajta füles. Nem hallottam. Mert én is ugyanezt éreztem, amikor először is meghallgattam ezt a dalt, meg most is azt érzem, hogy ahogy hallgatom én, egy tipikus kis lágeres az egész, és én biztos vagyok benne, hogy siker lesz. Na, a másik pedig az, hogy a videót is most rámentem a YouTube-ra, megnéztem, és hát 2 hónapja jelent ez meg, és már 6251-szer megnézték ezt. Azért ez jelent valamit szerintem, Kiki. De ez a videó, az várja, az nem az. Szerintem lirik az most lett főrakva egy héttel ezelőtt, vagy nem, körülbelül azt hiszem, és nem napra nem tudom pontosan megmondani, de hogy ez is sokat változott, hogy nem minden esetben kell az előadót látni. Csak megy egy szöveg, vannak hozzá képi megjelenítések, ami nyilván a képnek valami köze kell, hogy legyen a dalhoz, tehát hogy valami összefüggés kell, hogy legyen, de nem minden esetben persze, de azért jó az, hogyha van köze hozzá, és ugye erre törekedtünk, és ebben az esetben ez a lirik videó, az én feleségemnek ez nagyon sok köze volt, hiszen ő gyakorlatilag amerikai állampolgár, és ő vette fel a kapcsolatot, és akkor próbálta elmagyarázni, hogy akkor mit szeretnénk látni. És ugye volt egy speciális helyzet ebben az esetben, mert ugye a szöveg, hát magyar, és egy kint élő ember ezt nem tudja összerakni, hogy most a magyar szövegnek hol van a hangsúlyai, vagy egyáltalán mit jelent az, és ugye egy az egyben át lett fordítva, átfordította, akkor csúszott a szöveg, mert ugye nem tudta ő, amerikai lévén nem tudta oda húzni pont a helyére, és akkor ez is egy olyan másfél hónapig készült ez a lirik videó, de én érzésem szerint ez is egy ilyen nagyon jó pofa lett, és a végeredmény végül is szuper lett. Kedves rádióhallgatóinak mondom el, hogy vendégem Patkó Béla Kiki, énekes, érkezett 2 SMS is. Ez az egy koncerted lesz, vagy koncertezni szeretnél a jövőben? Mindenképpen koncertezünk, és itt többféle koncerten gondolkozunk, egy hangosabbról, és ugye egy akusztikus. Most elkezdjük egy picit a csöndesebb bulival, tehát az akusztikus koncerttel, aztán, hogyha nyáron vagy tavasztól olyan fellépések vagy felkérések érkeznek, akkor lesz egy hangosabb verzió is. Mind a kettő kedves nekem, tehát én mind a kettőben látok fantáziát, és mind a kettő egy mindig más. Aztán másik SMS, készülsz még új dallal? Mindenféleképpen az a terv, ugye, amit elmítettem itt, hogy a Berkes Gabival dolgozunk, hogy az a terv, hogy egy olyan, hát ha nem is mindig fogjuk betartani pontosan, de egy olyan 3-4 havonta szeretnénk valami új dalt kihozni, de csak azzal a szisztémával, amit az imént is egy 3 perccel ezelőtt beszéltünk, hogy csak olyan dalokat, aminek igazából hatása van, tehát hogy van valami emóciója, van valami, amit mi megérzünk először, és ugye természetesen leteszteljük ugye szűk körben, és hogyha mindenkinél ugyanazt a hatást éri el, akkor dolgozunk rajta. Nagyon kíváncsi vagyok, és remélem, hogy én is ott leszek ezen a koncerten. Itt laksz nem messze, Lányfaluban, vagy Lányfalun, nem is tudom, Lányfalu. Hogy kell. Hát ez mindig ilyen kérdőjel, hogy Lányfalusi, vagy Lányfalu, vagy... Itt lakom most már 10. hát most már több mint 10 éve. Mi találtuk meg azt a nyugalmat, azt a csöndet, itt van a víz, itt vannak a hegyek, itt zöld van. A koncepció ez is az első pillanattól kezdve az volt, hogy amit megéreztünk ebben, hogy tényleg olyan, mintha mindig nyaralnánk. Ugye egész évben, még hogyha mondjuk ilyenkor nehezebb a feljutás a hó miatt, akkor is, de mégis van ennek egy ilyen nyaralós feelingje, és ez nagyon szimpatikus. Ez most már itt a 11. év, és úgy néz ki, hogy nem tervezünk változtatást, tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy megtaláltuk azt a helyet, ahol
kicsit hosszabb időt tudunk eltölteni. Meg azért jó helyen is van, tehát nincs túl közel Budapesthez, de túl távol sincs közlekedésileg. Gondolom azért a munkád során elég sokat bejársz Budapestre, nem? Gyakorlatilag majdnem minden nap be kell mennem, ami azt jelenti, hogy azért próbálom úgy időzíteni, hogy a dugókat kikerüljem, tehát hogyha lehet, akkor inkább mindig 8-9 óra után megyek be, és ezt a délután 5 órás hazaérkezést, ezt próbálom mindig csúsztatni, vagy előbb jövök haza, vagy később. Hát most is később jövök, úgyhogy most már ilyenkor nincs forgalom. Nincs sok jött még egy SMS, nem fáj, hogy vége lett az első emeletnek? Milyen érzéseid vannak? Ez nem jó érzés, nyilvánvaló, hogyha az ember lezár egy olyan szakaszt, ami sikeres volt, de vannak pillanatok, amikor azt kell mondani, igen, és itt azért ez elég hosszú idő volt, bár amiről beszéltünk is, hogy az aktív időszak az gyakorlatilag a fele volt ennek, de hát persze fájdalmas, meg ugye volt egy 8 nagyon aktív esztendünk, vagy 10, amikor tényleg folyamatosan lemezkészítés, ilyen turné, tavasz, nyár, ősz, téli turné, és azért régebben, hogy mondjam, sokkal sűrűbbek voltak ezek a ott akkor nem volt megállás, tehát akkor nem lehetett azt mondani, hogy most akkor elvonulok, és gyakorlatilag most kihagyok fél évet, ott nem lehetett, tehát ott menni kellett, ott sodródni kellett, ott nem lehetett tődök, mint ahogy ilyen szakszóval szokták mondani, egy kicsit ilyen közhelyesen, de akkor menni kellett, csinálni kellett, és az ember akkor fiatal volt, nyomta, nem volt fárasztó, meg hát az ember azt csinálja, amit szeret, és akkor azt azért arra elég nehéz ráunni. Kedves rádióhallgatóinak mondom el, hogy az előző, nem is tudom, 40-45 percben vendégünk volt, illetve még most is itt van Kiki, Patkó Béla, és én nagyon kellemesen csalódtam, már csak azért is, mert én még így személyesen azt hiszem nem találkoztam veled, és tök jól elbeszélgettünk itt, és szerintem a rádióhallgatók is nagyon örülnek, még egy SMS jött, keveset látunk mostanában a médiában, remélem, hogy ez változni fog, nyugtasd meg, hogy igen. De hát médiában van most is, csak ugye nem látható, hanem hallható médiában. De ez mindig egy olyan furcsa kérdés egyébként, hogy látod, hogy ugye akit nem látnak, az nincs. Mondjuk most persze rádióban ülünk, és ez félig meddig igaz, tehát, de hogy milyen fura ez, hogy az ember egy picit kivonja magát a forgalomból, tehát ami nem azt jelenti, hogy direkt vonod ki magad, hanem az, hogy nem vállalsz el mindent, ami szembe jön. Tehát időnként kell tudni nemeket mondani, és azért én elég sűrűn mondok nemet. Tehát, hogy a minőségi szereplés a számomra sokkal fontosabb, mint az, hogy mindig, mindenhol ott lenni. Az ember elhasználódik. Tehát sokkal gyorsabban elhasználódsz a médiában, hogyha mindenhol ott vagy. Hát én például azt sem igazán értem, amikor főzős műsorban valaki 9-szer meg 10-szerre van. Mi újat tud nyújtani? Tehát mondja el nekem valaki. Optimalizálni kell a jelenlétedet a médiában, ahhoz, hogy nem azért, hogy érdekes maradj, mert az érdekesség az nem ettől függ, hanem attól függ, hogy ne lássanak, ne unjanak rád, hogy te minden héten, minden nap ott vagy. Szerintem ezt ilyen szépen be kell osztani, ügyesen. Tehát akkor magyarra fordítva, akkor osszam be, nem jössz a következő. De nem, az ember, hogy mondjam, mértékkel kell szerepelni. Jó, minden esetre, Kiki, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ide a Rádió Szentendrébe, és hát azért én remélem, már csak a közelség miatt is, hogy itt nem messze érez tőlünk, én tényleg sűrűn szeretnének elhívni, úgyhogy ha bármilyen esemény van, akkor kérlek, és a menedzsered is kérem, hogy egyből jelentkezzetek, én örömmel szóljatok, jövök. Jó, köszönöm szépen, és hát akkor tényleg még egyszer gratulálok a dalodhoz, az utitáshoz, ha gondolják, akkor hallgassák meg újra a YouTube-ról. Egy olyan jó dal van itt, amit szintén meg szeretnék még hallgatni, a Film forog tovább című dal. A film az forog tovább, csak most a szólóba. 1985-ből érkezik az első emelet dal. Kiki, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Ne feledjék, kedves rádió hallgatók, március 13-án Kiki akusztikus koncertje lesz látható és hallható, és hát természetesen beszámolunk mindig majd minden friss eseményről Kikivel kapcsolatban. Köszönöm, hogy itt köszönöm. Voltál. Sziasztok. Hello, kedves rádió hallgatók, érkezzen a Film forog tovább című dal. Itt az FM 91.6 Rádió Szentendrében, maradjanak velünk. A Dunakanyar legjobb zenéivel. Rádió Szentendre 91.6.